Létezik egy mondás a szőlészek és borászok között, miszerint a szőlő nagyon szeret küzdeni, tehát egy igazán alkalmazkodó és ellenálló növényről van szó. Idén a csapadék hiányol és a hőséggel kell neki megküzdenie. Az asszályos évek folytatódnak, az idősebb tőkék gyökerei akár 20 méterre is lenyúlnak a földbe, vizet keresve, de a fiatalabb növényeket muszáj locsolni. Ezt a tőkét idén telepítették, öntözés nélkül kiszáradt volna. Mindenféleképpen uh, látszani fog a termés, talán már most is látni, és okulva a tavalyi uh, születből uh, azt tudom mondani, hogy a szőlő Növény tulajdonképpen besűríti az anyagot, tehát a koncentráltsága a musnak komolyabb lesz, több mint az, hogy a lényeredék kevesebb lesz, és ez kihat a bor minőségre is. Nem volt nagyon nagy probléma végeredményben tavaly ezzel, de érezhető volt. A másik gond, amit a napsugárzás hozhat, az a káros hatása a a napsugárnak, égés tulajdonképpen, égési felületek jelenek, perzsölődés jelenhet a bogyókon. Néhány évvel ezelőtt még leszették a leveleket a fűrszónánál, hogy a gyümölcsöt érje a nap. Mostanra viszont már árnyékolókkal kellene védeni a termést a napsugárzástól. A fruska-gorai időjárás sem kedvezett túlságosan a szőlőnek. Ideális esetben enyhén csapadékos időjárásra lett volna szüksége a növénynek tavasszal, ehelyett viszonylag sok eső esett. A túl sok csapadék és az ezt követő hőség kedvez a különböző betegségek kialakulásának. Szedélyem jedan period gdje se odlučuje šta će biti sa grožjem. Znači, kada uđe u šarak, počinju se nakupljaju šećeromartične materije i kiseline i sada su ključne temperature i naravno kiše zbog bolesti, to jeste botritisa. Sviče samo je vegetacije, to kišno proljeće je uticalo na razvoj pepelnice, tako kod, kako kod nas, tako i u drugim vinogradima i možemo reći da ovo bila relativno godina pepelnice. Idén időben, három hét múlva kezdődhet az illatos fajták, mint a pannónia kincse és a frajla szüretje. A fehér szőlőket szeptember 20-áig leszüretelhetik, ezután kezdődik a kék fajták betakarítása.